Sziasztok! Ma reggel fél barna kenyeret fogunk készíteni. Ennek a kenyérnek a receptje a fehér kenyér receptjére épül. Annyi a különbség, hogy a liszt nem csak 1 kg fehér liszt lesz, hanem hozzá fogunk még adni 200 g itthon őrölt, teljesen frissen őrölt, teljes kiőrlésű lisztet. Ehhez először is kimérek 230 g búzát. Kicsit sok lett. Úgy nagyjából jó lesz. Amit el fogok mosni, hogy a port és a rajta lévő szennyeződéseket teljesen eltávolítsam, ezt hideg vízzel csinálom, egy szűrő segítségével. Jól lecsepegtettem róla a vizet. És az így elmosott búzát a 120 fokra előmelegített keveréses sütőbe egy tepsire fogom ráönteni. Amin körülbelül egy 20 perc alatt tökéletesen meg fogjuk szárítani. Ellenőrzöm a búzát, már csak egy-két helyen tapad oda. Egyre jobban kezd kiszáradni. Lejárt a 20 perc, a búzám gyönyörűen megszáradt. Most kitesszük a konyhapultra, és hagyjuk szépen kihűlni. Ameddig az őrlésre váró búzánk szobahőmérsékletűre hűl, megtettük a többi előkészületet, a keverőgép tájába tettem a fehér lisztet, illetve kimértem a vizet. 700 g vizet mértem ki, 550 g vizet használnánk, ugye 550-560 g vizet használnánk a fehér liszthez, és 140 g vizet fogunk használni a 200 g teljes kiőrlésű liszthez, hiszen a teljes kiőrlésű liszt több vizet igényel arányaiban, mint a fehér liszt. A kovász készítését már nem fogom megmutatni, azt a fehér kenyeres videóban tökéletesen látjátok. A búzánk szobahőmérsékletűre hűlt, meg is kezdhetjük az őrlést. Az őrléshez én a Kaposvári Malomgyártó Kft. Arabella típusú malmát használom, nekünk ez a malom nagyon bevált. A használata rendkívül egyszerű, semmi bonyolult nincs benne. Egyes fokozatra állítottam a malmot, bekapcsolom és leőrölöm a búzát. Az őrléssel kész vagyunk, íme a teljes kiőrlésű búzaliszt. Mivel a szakajtó kilisztezéséhez rizslisztre is szükségünk lesz, csinálunk egy kis rizslisztet is. Ez a rizs egyébként tökéletesen kitisztítja a malmunkat.
A rizslisztünk is elkészült, kezdhetjük a tészta összeállítását. A teljes kiörlésű lisztből 200 g-ot fogok hozzámérni a fehér liszthez. Így összességében a kenyérhez 1200 g lisztet használunk. 120 ugye a kovászban, 880-at mértünk ide a keverőtálba, plusz hozzátettük a 200 g teljes kérlésű búza lisztet. A lisztet egy kicsit összekeverem. Majd hozzáöntöm a kimért vizet. Mérlegre most már nem lesz szükség. És a szokásos módon a lisztet a vízzel összekeverem. Nem dolgozom ki a tésztát, csak összekeverem. Belekerül a felfuttatott kovász is a tálba. Letakarjuk, lezárjuk légmentesen, és indulhat a 40 perces autólíz is. Lejárt a 40 perc autólíz is, megkezdjük a tészta dagasztását. Megint leszedem a keverőkarról a tésztát egy picit, hogy jobban összekeveredjen a kovász a kenyérrel majd. Megnézzük a kenyér állagát, a tészta állagát. Szépen csúszik le a lapátról. Elérkeztünk a 4 perchez. Most fogjuk hozzáadni a sót. Én a tésztát egy nagyon-nagyon picikét, nagyon picikét száraznak ítélem, ezért egy pici vizet még fogok hozzátenni, de csak egy egész picit. És hozzáadom a sót is, és újra elindítom a gépet. Most már 2-es fokozaton fogunk dolgozni vele. Eltelt újabb 2 perc. Újra ellenőrizzük a tésztát. Igen, gyönyörűen csúszik le a lapátról. Ezt szerettük volna elérni. Közben a gép oldalára picit feltapadt tésztát le tisztogatom, hogy könnyebben összeszedje a keverőlapát. Így.
és most már továbbra is kettes fokozaton. A végéig meg a dagasztás. A dagasztás 10 perce lejárt. A tésztát a lapátról lekaparjuk. Vissza a keverőtálba. Azt nem mondtam el, hogy mennyi sót használtam ehhez a kenyérhez. A fehér kenyerünkhöz ugye 30 g sót használtunk, de ehhez 20%-kal több liszt került, így most 36 g só került a kenyértésztába. Most a tésztát a kiolajozott keverőtálba fogom beleszedni. Úgy. Maradékot is kikaparjuk. Bevizeztem a kezemet, és kezdődhet is az első hajtogatás. Innentről ugyanúgy fogunk dolgozni, mintha fehér kenyérrel dolgoznánk. Indul az óra, fél óra múlva visszajövünk. Lejárt a 30 perc, újraindítom az órát, és meghajtogatom a tésztát. A kezemet egy picit bevizeztem, hogy ne ragadjon hozzá a tészta. Ez lesz ugye az első hajtogatásunk. Fölkerül az első jelző, fél óra múlva újra jövünk. Lejárt az újabb 30 perc. Indul a második hajtogatás. Nem vizeztem már a kezemet, de nem is ragad hozzá a tészta. Bubi, és itt is. Második cukor, fél óra múlva újra jövünk. Újra lejárt a 30 perc. Most fog következni a harmadik hajtogatás, mely egyben az utolsó lesz. A következő fázis az már ugye a szakajtóba helyezés és a keresztés elindulása lesz.
szép sima lett a tészta. Jó ruganyos. A kis frissen őrölt, teljes kiőrlésű lisztünk nem rontott sokat az állagon, pedig azt hozzáteszem, azt tudni kell, hogy a teljes kiőrlésű kenyértésztákkal sokkal, de sokkal nehezebb dolgozni, sokkal ragacsosabbak lesznek, különösen a rozslisztől. A rozslisztől nagyon ragacsos lesz a tészta, de persze hát nagyon egészséges is a kisült kenyér, csak azzal sokkal nehezebb dolgunk van. Felkerül a harmadik cukorka, fél óra múlva indulhat a kenyerek formázása és a szakajtóba tétel. Lejárt az utolsó 30 perc is, neki kezdhetünk a tésztánk formázásának, szakajtóba tételének, és aztán indul majd az 5 órás, körülbelül 5 órás keresztési fázis. Első lépés, a szakajtót ki fogjuk rizslisztel lisztezni, hogy a tészta könnyen kiboruljon majd belőle, amikor a bevetőlapátra kerül. Meg akartam nektek mutatni, hogy többféle méretű szakajtónk van. Háromféle mérettel dolgozunk, a legkisebb a fél kilós, a közepes az a 75 dekás, és a nagy az az 1 kilós kenyérhez kell. Mi ezt a méretű kenyeret, ennyi tészta, ennyi lisztből készült tésztás kenyeret a közepes méretűbe, a 75 dekás szakajtóba fogjuk csinálni. Mindegyikből kettő van, mert általában két kenyeret szoktunk egyszerre készíteni. És a szakajtókat gyorsan kilisztezem. Ez ugye az a rizsliszt, amit frissen őröltünk, amivel gyakorlatilag elmostuk a malmot. Mert a rizs az annyira nagyon-nagyon-nagyon száraz, hogy tökéletesen kitisztítja a kis házi malmunkat. Így jó is lesz. A két szakajtó előkészítése megtörtént. A maradék rizslisztet a deszkára összeszedem, visszateszem a tálba. És búza finom lisztet fogok használni a kenyerekhez. Nem sokra van szükség, épp hogy csak egy picire. Ezt a kenyeret is, mint a fehér kenyeret, mielőtt formázni kezdem, még kétszer-háromszor meghajtom, mert könnyebbre dolgozni. Így. És ugyanúgy ketté fogjuk vágni. És két egyforma kenyeret fogok készíteni belőle. Lemérem a súlyát, ez 2070 g, tehát 1035-ös darabokra van szükségem. 80, 12, sok lesz. Így van, meg is van. No. Kezdődhet a kenyerünk formázása. Tésztát megnyújtom egy kicsit.
ragadott pici lisztet teszünk alá. Így is a szokásos módszerrel, ezzel a boríték hajtogatással. Formázom a kenyeret. Összezárjuk a varratot, és már mehet is a szakajtóba. Ez a kenyerünk ugyanabba a szakajtóba kerül, mint a fehér kenyér, de mivel teljes körülésű lisztet is tartalmaz, nem is kevés mennyiségben, mert ugye a 20%-a az teljes kőrlésű liszt, ezért egy picikével kisebbre fog megkelni, nem fog olyan nagyon nagyra megduzzadni, ezért ez a szakajtó méret még elég lesz ennek a kenyérnek bőven. Ugye a múltkori videóban 860 g-osak voltak nyersen a kenyerek, most pedig 1000 g-osak, de a sütésnél körülbelül a 75, ezek a kenyerek ugye a 85 dekásra fognak a kisült súllyal megsülni. A sütésnél ugyanis el fog veszíteni egy csomó vizet. Készen is vagyunk. Egy tiszta konyharuhával a kenyereket letakarjuk. És megspricceljük egy pici vízzel a konyharuhát, hogy ne száradjon ki a kenyértészta. Most 5 óra hosszára így hagyjuk őket, és aztán, ha megkelt, kezdődhet a sütés. 250 fokra légkeverésen felfűtöttük a sütőnket. Most beteszem a forró vizet, hogy jó sok gőz legyen a sütőbe, és egy picit még spritzelek. A kenyér 5 óra alatt gyönyörűen megkelt a pulton. Itt a konyhában 22 fok volt, tehát nem volt nála melegebb. És indul a bevetés. Kiborítjuk. Bevágjuk határozott hangulattal. És beteszem a kenyeret a sütőbe. Egy. Ugye a kenyér alá mindig teszek egy kis sütőpapírt, hogy ne ragadjon se a lapátra, se majd a sütőben a kőre, illetve a vasra. Látjátok a lisztet rajta? A rizslisztet? Teljesen külön maradt a kenyértől. Nem vegyült el a kenyéren. Őt is bevágjuk. Felocsolunk egy kis vizet.
3 perce sülnek a kenyerek, kapnak egy újabb permetezést. Közben a gőz természetesen alul a tálból folyamatosan termelődik, tehát folyamatosan gőzben sülnek. Ez nagyon fontos. Kell, hogy a kenyér az első 25 percet gőzben törtse, hogy a héja puha maradjon, és meg tudjon szép nagyra nőni. 5 perce vannak benne a kenyerek, gyönyörűen fújódnak fel, mint a lufi. Elérkeztünk a sütés 10. percéhez. A kenyerek nagyon szépen kinyíltak, nagyon szépen megnőttek. Most már elkezd szépen lassan majd barnulni a héjuk. Hát ez történt az első 15 percben. Ahogy látjátok, elég szépen alakulnak a kenyerek. Letelt az első 25 perc, a sütőt légkeverés helyett alsó-felső sütésre állítom, és a hőmérsékletet 210 fokra. És kiveszem a vizet a sütőből. Egy picit nyitva hagyom az ajtót, hogy a víz távozzon. Most látszanak is, mennyire gyönyörűek a kenyereink. Becsukjuk az ajtót, és 20 perc múlva visszajövünk. Kisültek a kenyereink, leállítjuk a stoppert, kikapcsoljuk a sütőt, és kivesszük egy rácsra a kenyereket. Kenyereinkben a természetes élesztőgombák, a tejsav és az ecetsav baktériumok nagyon hosszú idő alatt lassan és kíméletesen fejtették ki a hatásukat. Ugye a kovász 6 óra alatt adott fel, az autólizis és a dagasztás egy újabb órát vett igénybe, míg a hajtogatások szakszóval bulk ideje 2 óra volt, és ezután 5 órán át keresztettük a tésztát. Így összességében 14 óra alatt jutottunk el a lisztes zacskó kinyitásától a kenyérsütőbe való bevetéséig. Ez a kovászos kenyér lényege. Nézzétek meg ezeket a füleket. Hát nem csodálatosak? Most hagyjuk őket kihűlni. Minimum egy órát, utána felvágjuk és megkóstoljuk. A kenyerünk kihűlt, most felvágjuk és megnézzük, hogy milyen lett. A hangja gyönyörű. És igen a bélezet. Csak megmutatom, hogy mennyivel barnább, mint a fehér kenyér. Összehasonlításképpen ennyi a különbség. Jó étvágyat kívánunk!